Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit Székesfehérváron! Szokásunk szerint énekeljük el az om nám mantrát hétszer, amely az univerzum a maga tisztaságában közösen. Ô... Köszönöm szépen. A hagyomány szerint a világ teremtése ezzel az Óm szótaggal indult, legalábbis a hinduk és az indiai kultúrához köthetők ezt gondolják, ezt hiszik. Térjünk vissza ahhoz a csendhez, ami az Ómnám előtt volt. Az En azt tanítja, hogy minden dualitás előtt van egy olyan állapot, amely még nem teremtett, még nem szólalt meg még mozdulatlanságban vagy csendben van. A tudatnak ez az állapota, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és az, hogy ezt megtapasztaljuk, megéljük, ennek a lehetősége mindannyiunkban benne van. Ezt a lehetőséget hívja már a mahajána, azaz a buddhista hagyomány nagyobbik járműve, buddha természetnek, és hogyha e felé szeretnénk menni, akkor Kiderül, hogy olyan érzésed van, mintha visszafelé mennél, befelé mennél. Nem kint valamilyen végigjárható úton elérsz valamilyen célt, amit kitűztél, hanem befelé kell tekinteni, a mozdulatlanságra kell törekedni, és valahol azt a belső csendet, belső nyugalmat megtapasztalni, amelyből ez a teremtés indul. A matematikusok egy része azt mondja, hogy a nullának van számértéke, a matematikusok más része azt mondja, hogy nincs. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak, a nulla az a pozitív és a negatív szám előtt van. Mielőtt még bármilyen numerikus, kvantálható számadatban gondolkodnék, a nulla ott van, mint a számok eredete és vége. A nem gondolkodó tudat pontosan ilyen. Minden dualitás, minden rezdülés, minden ami hang, látás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolkodás, érzés, ennek van egy eredete. Ez az eredet, ez bennünk megtapasztalható. És amilyen mértékben megtapasztalod magadban, oly mértékben láthatod a másikban is. A hagyomány azt mondja, ha nem ragaszkodsz a karmához, akkor a másikban is a buddhát látod. És ez nem a megfestése a másik ember személyiségének, hanem valahol annak a felismerése, hogy ami bennünk tényleg közös, az ez a nem mozduló. Ez a tisztán látó. Ez a keletkezés előtti és megszűnés előtti tudat. Valójában ez az az állapot, ahol nem félsz sem az élettől, sem a haláltól, mert nem mozdultál ki egyetlen irányba sem. Nem preferálod egyiket sem, hanem felismered, hogy most milyen helyzetben vagy, testben vagyunk, élünk, hölgyeim és uraim. Ezt az életet akkor kezdtük el, amikor úgy megfogantunk, és a 9 plusz 1 hónap alatt végigmentünk a fejlődés méhen belüli fázisain, és megszülettünk, és ez sikerült, különben nem ülnénk itt. Ez a helyzet, és a kapcsolatunk a helyzettel, hogy élünk, az néha egyáltalán nem letisztázott. Néha annyira nem fogadjuk el, hogy igen, életben vagyunk, és ezzel jogaink és kötelességeink vannak. Magunk és a másik ember felé. És ez a harmadik nagy kosárhoz vezet el a működéshez. Mi volt az első? A helyzet. A második, a kapcsolat. A harmadik a működés vagy együttműködés. Ezen a három lábon nyugszik az egzisztenciánk. Az az ember, az a család, az a csoport vagy nép, amelyik a saját helyzetét nem látja tisztán, nem tud helyesen kapcsolódni a másik emberhez. És nem tudunk helyesen együttműködni sem, vagy magunkban működni sem. Fordítva, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a három helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és működés a helyén legyen, ahhoz a saját tudatunkat kell tisztítani. A saját elménk mozgását egy bizonyos távolságból szemlélni. Rá kell látnunk azokra a karmákra, amelyek, mint a színuszgörbe, mint a hangzás, kimozdítanak minket a pillanatból. És hogyha ezt a mozgást nem kényszeresen végezzük, nem ragaszkodunk a dualitásainkhoz, nem ragaszkodunk a karmákhoz, akkor a lelkünk elkezd lélegezni. Elkezd a tudat teret tágulni. Honnan veszed észre? Nem stresszeled szét magadat. És a másik embert sem. Honnan mutatkozik meg ez nagyon világosan a hozzád legközelebb álló személyből, a te drága, intim kapcsolatodból. Hogy ő hogyan érez téged. Te hogyan érzed őt? Ő hogyan lát téged? Te hogyan látod őt? Most épp a vacsoraasztal fölött egymásnak akartok esni a csendben, mert valahol a konyha kést nem tudtuk letenni mentálisan, mindig igazam van, a másiknak is mindig igaza van, és akkor a lelkek nem tudnak rendesen találkozni, tehát nincs megfelelő kapcsolat. Nincs megfelelő helyzetfelismerés. És így együttműködés sincs. Tehát, hogyha feszültség van, stressz van, esetleg harag van, gyűlölet van, vagy kapzsiság van, felesleges vágyakozás van, ezek nagyon nagy kimozdulások, hatalmas, kényszerű teremtések. És ebből a kényszerből kellene kilábalnunk. A teremtésből nem, hiszen megszülettünk, élünk és alkotunk, dolgozunk valamit létrehozunk, hogy éljünk, és másoknak is segítsünk élni, uram, bocsá, a családban életet adunk. De az igazi kérdés az, hogy ezt milyen tudattal tesszük. Tiszta-e a tudatunk eközben, Tágas-e, téres-e, tükörszerű-e? Mert ha nem, akkor olyanok vagyunk, mint az a nevezetes, fagyasztott csirke, amire a celofán így légmentesen ráfeszül, és akkor a tudatnak nincs mozgástere. A meditáció eredetileg azt jelentette szó szerint a gyánagy elmélyülés. Egyévválás. És ez az egyévválás azt jelenti, amit a legelején mondtam, hogy visszatérsz a dualitások elé. Visszatérsz a szélsőségektől mentes állapotba. Visszatérsz a tisztánlátáshoz. Visszatérsz a pillanathoz. Ebből látod, hogy nem valami különlegeset kell elérni kívül, hanem valami egységélményt tudsz tapasztalni spontán a belső és a külső közt. És ekkor, ahogy azt az előbb említettem, elkezdesz lélegezni, elkezdesz belül szabadabb lenni, és a felelősségtudat elvesztése nélkül nagyobb szabadságot adni magadnak és másoknak. Ha látjuk az ok és okozat működését, akkor nem verjük bilincsbe magunkat és a másik embert. Mert látjuk azt, hogy milyen földön élünk, mi az ok és okozat törvénye, mi az, ami lehetséges, mi az, ami szükséges, mi az, ami lehetetlen, és mi az, ami szükségtelen. Nézd meg ezt a négyet. Általában itt szoktunk tévedni. Ezt a négyet nem látjuk tisztán. Milyen tanítvány vagy? És nézd meg, hogy ezt milyen lélekkel fogadod be. Az elméd most milyen állapotban van. Ugyanis én mondhatok neked gyönyörűségeket, értelmesnek látszó gondolatokat, hogy ha te elméd még három másik dologgal foglalkozik, akkor 25%-on van a figyelmed. Ez manapság egy jó arány, mert nem három, tíz másik dologgal foglalkozol belül. Kutya, macska, gyerek, vacsora, holnapi munka, minden. Mennyire tudsz figyelni? Ez az egypontú, egyhegyű figyelem, ez a kezdete és a folytatása az úton való haladásnak. Valójában hétféle tanítvány van: figyelj jól, hogy melyikbe, melyik kategóriába tartozhatsz te a magad meglátása szerint. Az első tanítvány, olyan, mint a félig telt csésze. Egy pohár. Képzeljük, hogy ez félig tele van a saját gondolataiddal, akkor tőlem már csak 50% fér be. És általában annyi előzetes ismerettel, prekoncepcióval és elvárással érkezünk, hogy ez nem félig telt, az egy jó arány. Hanem néha sokkal több van benne. És elérkezünk a második tanítványhoz, akinek tele van a csészéje, nem lehet mit tölteni bele. Nem lehet, mert ő már tudja. És csak azért jött, hogy a tanító visszaigazolja, hogy ő jól tudja. És megsimizze a kis buddhista fejét, hogy igen, te jól tudod, te jó tanítvány vagy. És ezzel mehetsz tovább. A harmadik tanítvány nagyon-nagyon érdekes, mert ott van egy lyuk a Tölthetnél bele, de az mindig kifolyik. Ezt hívjuk jellemhibának. Tehát valakit öltönyösen, gyönyörűen, szép kocsival megjelenik, nagyon sok adomány tesz a ládába, de kiderül, hogy játékfüggő. Ott a lyuk, amin kifolyik minden. Kiderül, hogy szenvedélybeteg. Ott a lyuk, amin kifolyik minden van egy olyan érzelmi, gondolati fekete lyuk az elméjében, ami mindent elnyel. És ez a lyukas csésze, bármit csinálsz, kifolyik. Honnan veszed észre? Krónikus energiaszegénység. Mindig fáradt. Vagy túlspannolt, és utána pedig szétesik darabokra. És ezzel elérkeztünk a negyedik típusú tanítványhoz, aki pszichikailag nem egész. Ez a törött csésze, több darabba van törve. És a személyiségét különböző módszerekkel akarja egyben tartani, és azért jött ide, hogy őt valami egyé forrassza. És ez a széttört csésze, ez nagyrészt alkalmatlan a meditációra mindaddig, amíg valamilyen terápiás folyamaton keresztül nem megy. És ezt azért nagy fájdalom elmondani, mert az ember néha, főleg egy ilyen helyzetből azt gondolja, hogy mivel mindenkinek van buddha természete, de neked is, és neked is, és neked is, ezért minden mentális aberráció, deformáció, betegség, egyebek gyógyítható a meditációval, és hölgyeim és üreim, ez így sajnos nem igaz. Itt is van egy tólig határ, hogy bizonyos pszichikai kondíció alkalmas arra, hogy meditáljon, és egy másik nem. A törött csészébe nem lehet vizet tölteni, más módszerek kellenek. Például terápia, például egy egészségesi varázsolt mindennapi élet, csak a homeosztázis szintjén hogy reggel főkelünk, és nem két órát nézzük a plafon depibe, mert nincs értelme az életnek, ugye? Tehát valahol egy normális életvitelt ki kell tudni alakítani, még minden spirin nélkül. Miért? tényleges meditációs gyakorlat az elején több teher. Tehát aki mosott már kocsit, tudja, hogy onnan bizony kőkemény sár tud lejönni, és a kocsi addig nem mozdul. Addig nem megy sehova. És gyűlik a fuvar. Gyűlik a mennivaló. Az ötödik sajnos egy olyan csésze, amik mérgezett. Látszólag egészben van, de van benne egy apró magvacska a legalján, és akármilyen tanítást hall, abból ént csinál. Én vagyok a budha, én vagyok a megvilágosodott, én, ez nekem szól, ez a mester csak az én mesterem, én, 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 én és én. És ez az egóméreg az, amitől ez az egész mindig is félre lesz értve. Hogy te azt hiszed, hogy ez csak a tiéd hogy ez csak rólad szól. És ezt szinte lehetetlen úgy javítani, hogy engeded az embert a saját útján, és majd csak méregtelenedik. Nem fogja megcsinálni, mert ez főleg manapság túl eredményes. Tehát annyira okosak vagyunk, olyan jó önérvényesítő taktikákkal rendelkezünk, hogy ezt a mérget azonosítjuk a csészével magával. Holott a személyiség és az egoitás nem ugyanaz. A személyiség egy egészségesen lélegző sejthez hasonlít, amikor az ego kéreg rázárul, akkor ugyanebből az entitásból egy hermetikusan lezárt, titánium titániumfalú, elszigetelt, önmagát abszolút érvényel tételező illúzió lesz. És megszűnik kölcsönhatni, megszűnik lélegezni, megszűnik a saját relativitását belátni, megszűnik a feltételhez kötöttséget, az okozatiságot, a múlandóságot, a tökéletlenséget látni. Ehelyett egy saját belső világot alakít ki, és azt gondolja, hogy minden, ami történik a világon, az érte van, neki van. És ez az énesített tanítás a mérgezett csésze miatt, ahonnan az énséget nem sikerült kivenni. A hatodik még szomorúbb, mert ott már megjelenik az üres, ép, szennyezettség és mérgezettség nélküli csésze, csak szája lefelé fordítva. Ez az a tanítvány, aki egy lépéssel a mesterré vállás előtt visszafordult. És azt mondja, hogy engem te ne taníts. Meg tudnám tanulni, képes vagyok rá, ismerem a tant, ismerlek téged. És azért sem. Engem te ne taníts. Nekem már megvan. Én már tudom. És sajnos csak a hetedik az, ami üres, felfelé fordított, mérgezés nélküli, törés nélküli, jellemhiba, lék nélküli csésze. Melyik vagy? Hát amelyik a legjobban irritált, az vagy. Amelyik felé a legnagyobb vágyenergia ment, ami a legjobban kimozdított, az vagy, és hát világos, hogy nem csak egynél jelzett be a mutatót, hanem többnél is. Hiszen nem vagyunk lesarkíthatóak és dobozba zárhatóak, hanem sokkal inkább olyan emberi lények, akik korábbi karmát, korábbi azonosulásokat hordoznak. Voltál te már ilyen tanítvány is, meg olyan is. A kérdés az, hogy most milyen akarsz lenni? Most kivé akarsz válni? Tehát, ha látod azt, hogy milyen hozzáállással, magyarul predispozícióval jöttél idebe, akkor azt is látod, hogy hová kéne eljutnod, mint személy, mint tanítvány, mint társ, mint csoporttag, mint a társadalom egyik jelentős tagja, hogy te olyan életet élj, ami számodra, Értelmes. Méltó. Érdemes. Hogy te ne válj mások következményévé. Ne tudj úgy eltörni mások kalapácsától, hogy később őket okolt, hogy te miattad vagyok ilyen. Ne engedd, hogy a lelkeden valaki a projekciójával az illúziókeltéssel olyan lyukat üssön, ami egy állandó kompenzáció, egy állandó bizonyítás, hogy én nem vagyok olyan. Én tényleg nem vagyok olyan, ami ennek te hiszel engem. Tehát nézzük meg azt, hogy pontosan ebből a nyersanyagból, akik vagyunk, mert jó, ha így látod magad, kivé tudsz válni egyetlen élet alatt. Miért? Mert az, akiként te leszülettél ide, az az összes korábbi inkarnációt summázata. Akiként te továbbmész, az ennek az életnek és a korábbi identitásainak a summázata, tehát a fa kap még egy réteget, még egy évnyi növekedést, egy világosat, meg egy sötét barnát. Egy geszt, egy szijács. Ennyi egy élet. Tehát tedd föl magadnak a kérdést, hogy milyen emberként szeretnél tovább menni. Mert a következő életed így fog kezdődni, ahogy ebből tovább mész. És most játszol egy játékot, még akkor is, hogyha ezt korábbi beszédekben esetleg hallottad. Képzeljük el, hogy innen 10 perc múlva úgy kell tovább menned, hogy fájdalommentesen téged kivesznek a testből. Nem kell félni, nem szenvedsz. De ebben a testben az életednek vége. És vár egy következő anya öl, ahová ezt a karmát, aki most vagy, egy újabb picike kis testbe beleteszed, megszületsz és folytatod. Folytatod azt, amit itt abba hagytál. És ez alatt a tíz perc alatt te bármit tehetsz. Bárkivé válhatsz. Bármilyen karmát berakhatsz magadba, bármilyen karmát kirakhatsz magadból. És tíz perc múlva vége. Lenne munka. Lenne kapkodás. Lenne gyors bevásárló lista. Telefonos segítségkérés, ugye? Na, ezért mondom, hölgyeim és uraim, hogy ide nem bűntudat kell, az nem a legjobb biznisz, mert megbénít hanem tisztánlátás. látás, hogy hogy lettünk mi ilyenné, most éppen milyenek vagyunk, és még milyenek lehetünk, mielőtt egy újabb testbe beleplántáljuk ezt a lelket. Az emberi létben az a paradox, hogy a személyiség, mint tartó, mint egy konténer, úgy tűnik, hogy létezik, viszont az összes tulajdonság cserélhető. Minden karma változtatható. Úgy tűnik, hogy a karma hordozója nem. Tehát nagyon nehéz ebből a forgatagból csak úgy kilépni. Az a kérdés, hogy ennek az egésznek az irányául mit jelölsz ki? A zen ezt jelöli ki. Érd el igazi önvalód, lép vissza a gondolkodása a dualitás elé, érd el ezt a tiszta térszerű, tükörszerű tudatot, mely mindegyikünkben megvan, és ezáltal segíts másokon. Ez az a minőség, amellyel az életed önzetlenné, segítővé valahol azt mondom bölcsebb és együttérzőbbé tud válni. Ez az út és hogyha az erre felé való haladásban valakinek segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Azon szoktam gondolkodni, hogy vajon tényleg boldog vagyok-e, vagy csak egy, egy szürke uh, komfortzónában el vagyok, és nem tudom rá választ. Kérdésem az, hogy uh, merre felé keressem, vagy van-e konkrét kérdés, ami segít abban, hogy megtaláljam a választ magam számára. Ha javasolhatom, kerülj ki a szürke komfortzónába. Egy idő után unalmas. Amikor már elkezdesz gondolkodni azon, hogy boldog vagy-e vagy sem, akkor már nem vagy az. Ismerős? Tehát a lónak valamelyik oldalára biztos leesel. Ilyenkor a legjobb kérdés az, hogy mi a dolgom. Ha felteszed azt a kérdést belül, hogy mi a dolgom, nem a külső elfoglaltság szükségszerűen, amit tényleg akarsz csinálni, amiben hiszel, hogy ezáltal te és a világ egy jobb hely lesz. Ez, mivel hiszel benne, energiát ad. És a boldogság sokféleképpen definiálható, de egy közös az összes meghatározásban van, rendkívül magas energiaállapot rendkívül kevés információtartalommal. Tehát az én tudatunk ilyenkor a nulla felé közelít, és az egyévvállás élményünk a magas energiatartalom miatt, az pedig a száz százalékot súrolja. Az emberi lét sajátossága, hogy ezt nem tudjuk megtartani. Tehát újra és újra el kell érnünk. És nagyon sok pótszerrel próbáljuk meg az információtartalmat csökkenteni, és az energiatartalmat növelni, és ennek minél több kémiai segédeszköze van, annál jobban szétégünk benne, vagy szétégetünk másokat. Ezért ezek tévutak. Például egy hagyomány arról ismerszik meg, hogy milyen eszközökkel tanítja kezdetben, középen és a továbbadáskor a tant. Ha ezek az eszközök nagy részt megegyeznek, akkor a hagyomány hiteles. Nézd meg azt, hogy milyen eszközökkel éred el a boldogságot, tartod meg a boldogságot, és adod tovább a boldogságot, hogyha ezek az eszközök nagyrészt hasonlóak, akkor te, mint személy egészben vagy. Értjük? Tehát nem lehet az, hogy egy kis segítséggel majd rákeverünk egy kicsikét, és akkor boldogok leszünk, és utána kiózanodunk egy nagyon-nagyon homályos reggelen, és a savanyú borka, meg a korhelyleves után kiderül, hogy nem jó eszközt választottunk a boldogság eléréséhez. Értjük? Mert nem lehet megtartani így, és nem lehet még továbbadni sem normálisan. Tehát az, hogy te, neked mi a dolgod, és miben hiszel, mint tevékenység, mint létállapot, az kulcskérdés ahhoz, hogy ez a minőség, hogy boldogság a helyére kerüljön. És a lehető legkevesebb gondolkodással, a lehető legnagyobb energia élménnyel ezt tovább tud adni másoknak. Családosok, tessék megnézni, hogy mikor volt itt ilyen több generációs boldogság együtt. Milyen feltételekhez volt az kötve? Meddig tartott? Hogy lehetett megteremteni? Hogy lehetett továbbadni? Úgyhogy az egyén szintjén, ami a dolgom, ez biztos. A család szintjén már teljesen más, hogy érezzük magunkat együtt hogy érezzük egymást. Párkapcsolat, hogyan tehetjük egymást tényleg boldoggá, úgyhogy közben nem válunk valami nagyon rusnya féreggé közben. Vigyázzunk. Jó? Ezeket nézd meg, és akkor az iránya az nagyon világos, minél kevesebb énség legyen benne, és minél több közösség, vagy közös élmény, vagy közös tevékenység, és akkor meg lehet tartani a helyesen elért boldogságot, és tovább is lehet adni. Következő kérdés. Gyakorolok nap, mint nap. De hogy mégis van olyan szituáció, amikor jön ez a bontott csirke effektus. És hogy nem tudom ugye, hogy mi történik, mert megtörténik ez a vákum, és a tudatom az eltűnik, vagyis a tere, és, és nem vagyok jelen. De nem tudom visszavezetni, nem tudom elkapni a pillanatot, mikor megtörténik. Hogy ilyenkor? Ez nagyon jó. <laughs> nem jó, nagyon kellemetlen. Azért jó, mert kellemetlen, és ebből az álomból föl lehet ébredni. Szoktál álmodni? Ritkán. Van olyan, hogy éberen álmodsz? Biztos, sokszor van. Oké. Okay. Amikor felébredsz, akkor az álom úgy kicsit ott van az elmében. Így van? Emlékszel az elejére? Nem. Oké. Okay. Csak egy bizonyos részére, meg ahogy felébredsz. Ég. Hát, amikor a centeredet, az adott hatás a mindennapi életben elviszi, elkezdesz stresszelni, az éberséged elvész, az olyan, mint amikor belezuhansz egy rossz álomba. Ezt nem tudod megakadályozni, miért? Mert mindig lesz ott valaki, aki megtalálja a gyenge pontodat, oda bök, és te elszállsz. Szétesel, felrobbansz, kollapszus, implózió, explózió, minden csak nem egészséges. Tehát ilyenkor ezt nem tudod kivédeni, viszont azt megtanulhatod, hogy hogyan tudsz minél gyorsabban felébredni ebből a rossz álomból. És ilyenkor használd fel azt, hogy van tested. Van tested? Van. Ha, ha, nagyon jó. És van tíz újat hozzá? Van. Jó. A tíz új képes valaminek a megragadására. Így van? Uh -huh. Ilyenkor az érzékszerv, az érzékelés és az érzékelés tárgya, ez a három, segít stabilizálni a jelenlétedet. Hát ilyenkor tételezzük fel, hogy van egy asztal előtted. Most ez az asztal. Megfogtad az asztal lapját szépen, tíz ujjal, és megszámolod. Egy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ennek két hatalmas pozitív haszna van. Egy, kiderül, hogy mind a tíz ujjad megvan. ez nagyon jó. És ezáltal visszajöttél a pillanatba, mert a testnek az érzete és a számolás összekapcsolta az elmédet, meg ezt a járművet. Tehát a, a sofőr meg a kormánykerék találkozott ismét. A következő, hogy ez alatt a számolás alatt te tudatosítod a lélegzetedet. És miközben számolsz, lélegzel. Utána elengeded az érzékszerv tárgyát, és marad a lélegzet, mint a tudat tárgya, utána a figyelem visszajön a tantiembe, és önállóvá váltál megint. De ez sokszor. Tehát használjuk ki azt, hogy van szemünk, és látunk vele. Van fülünk, és hallunk vele van kezünk és tapinthatunk vele, néha annyira sok az elmetartalom, annyira szédítő ez a tudatfolyam, hogy a testérzet el tud menni, és szédülsz, elmegy az egyensúly És akkor azonnyomban keres valami felületet, amit megfoghatsz, megtapinthatsz, és így, és így, így leállsz. Én emlékszem, körülbelül tizen 6-17 éve én nagyon sok ilyen fejléces levelet kaptam, és ezek mindegyike eléggé stresszdús tartalommal bírt, nem az ügyintézőnek, hanem nekem. És nem a hatóságnak, hanem az általam képviselt szervezetnek. És volt egy olyan levélbontás, hogy kibontom, látom, hogy honnan jött, és látom a vastag betűst, és azonnal szédültem egyet, az elme nem volt hajlandó tudomásul venni a tartalmát. Tehát leblokkolt. És abban a pillanatban szerencsére hátta mögött volt egy vakolatlan téglafal, és a mai napig emlékszem, hogy így neki döltem hirtelen, és aki már dölt neki vakolatlan téglafalnak, az tudja, hogy a malter a téglák között a sorokban egy kicsit úgy kidudorodik. És az úgy, az úgy megfogta a hátamat, és én azt annyira megköszöntem, hogy az az érzet, az visszahozott a testbe és a kezem úgy szépen hogy benyúlt ezekbe a fugákba, és így megfogta egy tégla fal. Itt van a test, itt van a lélegzet, és amit én olvasok abban a levélben, az másodlagos. Tehát hozd vissza magad a pillanat tisztaságába, és minél többet gyakorlunk, annál reflexesebb, annál spontánabb lesz ez a dolog. Végül észre sem veszed, hogy az elmét szélsőséges reakciója kibillentene, azon nyomban visszajössz. És ezt, um, ha tudom, hogy mi váltja ki belőlem ezt, csak a pillanatot nem tudom elkapni, akkor érdemes ezzelé oda menni? Vagy hányszor érdemes, vagy... Uh, mi, vagy ki? Ki. Az előbb azt mondtad, <laughs> hogy mi. Nem azt mondtad, hogy ki. Ki. Védted ezt a kit? Vagy csak elfeledkeztél róla, mert úgy akartad? Azt hittem, hogy ez mindegy. Ó, hogy ki nem. vagy Mi. Ami az általában élettelen, sokkal megjósolhatóbb. A ki az általában élő, sokkal kevésbé megjósolható. Tehát ki? Ki? Sokkal nehezebb. Röhög, neked is ez van otthon. Nem tudod megjósolni, hogy éppen akit szeretsz, az mit fog veled csinálni aznap este. Szóval, tehát amikor az a ki, az pontosan egy ilyen kibillentő mozdulatra készül, akkor te belül, hangsúlyozom belül, végfő egy ilyen habcsank, hálás tartás, ugye köszönöm a tanítást. És nem az, hogy Hú, majd én megvédem magam, és te most nem leszel velem ilyen. Hát a lényébű jön, hát a feldolgozatlan kis karmája éppen rád vetni készül magát, legrusnyá projekcióval beszenyezi az önértékelésedet, és kész. Ezt nem tudod megakadályozni, úgyhogy na most látom, mire készülsz. Hát dupla erővel meg fogja csinálni. Ismerős, mert ha nem ismerős, akkor még nem értél közel senkihez. Szóval, ilyenkor, ha látod, mert azért főleg a nők, de a férfiak is ezt a kis előérzetet, az intim kapcsolatban megjelenő intuíciót ki tudjátok fejleszteni és itt szinte visszaszámlálás, mint a űrindító központ, hogy 5, 4, 3, 2, 1, most megszólal. És ezt fogja mondani. És lám, lám. Úgyhogy ekkor, már a visszaszámlálás kezdetekor felveszel egy tiszta tükörszerű tudat, és belül azt mondja, hogy köszönöm szépen a tanítást, és nem úgy veled, hogy úristen, most mi lesz velem? Alávető komplexus, vagy most tudom, hogy mi lesz, és én olyat fogok neked mondani, olyat fogok tenni, túlkompenzáló komplexus, az egyik egy yin probléma, a másik egy yang probléma, akit érdekel részletesen tessék a sématerápiába belemenni, nagyon divatos mostanában, és működik is, ha jó a terap, de a lényeg az, hogy egyik sem. Tehát nem yin hiba, nem yang hiba, és nem is az elkerülés, hogy na most kimentem a fürdőszobába, mert éppen pisilnem kell. Nem kell, de én úgy teszek, mintha. Tehát nem kerülöd el, nem kompenzálod túl, és nem veted alá magadat, helyett szembenézel. És ez a köszönöm a tanítást, ez gyakorlatilag tükörszerűen fölfogja ezt az egészet, és most jön a második, mint a helyzetet már letisztáztuk, kapcsolat. Hölgyeim és uraim, el kell döntenünk, hogy mikor forma és mikor ürességszerűen működünk. A forma az a személyiséged. Az üresség az a tükör, amiben látszik az egész. Ez szabályozza a te reaktív tudatodat, azt a drágalátos duális reakciót, amiben te odavágsz, vagy sem. Visszaszólsz, vagy sem. Megsimogatod, vagy sem. És ekkor el kell dönteni, gondolkodás nélkül, az együttérzés és bölcsesség szorításában, hogy az kell, reagálsz vagy sem? Megszólalsz vagy sem? A reakció megerősíti a kölcsönhatást, a nem mozduló, nem reagáló gyengíti a kölcsönhatást. Még több energiát teszel bele, elkezd, mint egy egyre egy gyorsuló pingpong meccs, tak, 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 tak. Tenyeres fonák, lecsapás, nyers és védési. BAM! Hálóba az egész. Na, amit nem látsz pingpong meccseken, mert szabálytalan lenne, azt megteheted egy ilyen típusú emberi karma küzdelemben, elkapod a labdát. Kész. Elkaptad. És letetted az asztalra. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy amikor már tényleg a gyors reakciót azt nem kényszeresen hajtod végre, akkor visszamész Szókratész feleségébe, és megkérdezed, jól értem, hogy? És akkor elismétled. Kiderül, hogy nem érted jól. Vagy ő már nem azt akarja mondani, amit öt másodperccel ezelőtt. Vagy kiderül, hogy jól érted, de ez neki annyira kínos, hogy ő azonnal változtatni akar rajta, és kiderül, hogy most más van. Tehát, hogyha a csend nem megfelelő, mert elképesztő reakciót váltanak ki a másikból, és a te duális reakciód még rosszabb lenne, hogy kinek van igaza, tehát nem vitatkozunk, hanem tükrözünk. Megkérdezed, kedvesem, jól értem, hogy? Jól hallom, hogy? Próbáld ki. Azzal finomítanám egy kicsit a, a, a sztorit, hogy itt, hogy itt nincsen a, a kontaktus, a másiknak a jelenléte váltja ki belőlem ezt a... És hogy a, a, az a gyanúm sajnos, hogy ez, hogy ez egy ö, netto projekció felé, és hogy ez mind, ami történik, az bennem történik. És hogy akkor mi van, mert ugye nem tudok se tükörként, se... Ú, nagyon kezdünk a zenmeditáció mesdjéjére lépni. Na most ezt ízlelgessük egy kicsit, hölgyeim és uraim. Van jelenlét, de nincs kontaktus. Na, ilyen nincs. Igen, ez hazugság, de hogy. Öm... Nem. Istenem, te nem hazudsz. Senki nem az, hogy félreértettünk valamit. Részigasságot láttunk, és nem a teljeset. A legnagyobb kontaktus az, hogy nincsen érintés, beszéd, cselekvés, egymás jelenlétében vagyunk. Hát itt a tudatalatik úgy kölcsönhatnak, kérem szépen, hogy jobban se kell. Elárulom, hogy amikor valaki eljut nálunk a templomban a középhaladó és a haladó elvonulásig, amelyek ugye kedves Székesfehérvári szanga csendesek, ti ezt nagyon jól tartjátok, amikor jöttök hozzánk, abban a csendben, amikor nincs kontaktus, de együtt ülünk, együtt étkezünk, együtt éneklünk, együtt borolunk le, együtt dolgozunk, és a munkában van egy minimális kölcsönhatás, hogy ad ide a kalapácsot, és ne a fejembe vágd, ez minimális. Tehát érdemben nem ismered meg a másikat, de a jelenlétéből mindent megtanulsz. Mindent. Mindent. Tehát a karmád nettó kisugárzása az a jelenléted. Minden, ami a tudatküszöböd alatt van, és így a pórusaidból jön ki, mint egy ilyen kis pránafröccs, ugye, az a te jelenléted, mert ennek energia és információ tartalma is van. Ez a karma egyik lehetséges definíciója. Ok és okozat alapján működő energia és információ halmaz. Ha ezt személyesíted, ebből van a személyiség, az énséged. Tehát olyan, hogy nincs kontaktus. Hát több ezer kilométernyi kontaktus van. Ikrek, amikor ez egyik felhívja a másikat, hogy hogy vagy? Már éppen most beteg vagyok, hát gondoltam. Hogy volt az a kontaktus? Még jelenlét sem volt közösen. Tehát tessék figyelni arra, hogy milyen jelenléttel vagyunk ebben a térben, ebben a pillanatban. Ez a mi kisugárzásunk. Ez az az atmoszféra, amit árasztunk magunkból. Ez az, ami egy csoportnak a tudattalanyát meg tudja határozni, és hogyha beengedsz mondjuk 50 embert egy kisebb térbe, és ott csendben vannak, az a hangulat eluralkodik rajtuk, az mind a tudattalan kisugárzás. Egy olyan kontaktus, ami nem kellett beszéd, érintés vagy cselekvés. Csak együtt kellett lenni az adott térben és az adott időben. Úgyhogy ha ez kimondva nem megy, vagy nem kell kimondani ahhoz, hogy menjen, akkor te a jelenléttel tudsz dolgozni, és a jelenlétbe tudsz beletenni olyan érzelmeket, olyan gondolatokat, amelyek bizony átmennek a másikba. A hölgyeim, itt általában a női nem tudja ezt jobban. A férfi azt hiszi, hogy ez csak ilyen szavakkal, meg tettekkel megy, kivéve, ha már egy kicsit befele is fordult. A hölgyek pontosan tudják, hogy ez uh, ki nem mondott uh, érzelmekkel és elrejtett belső mondatokkal, ez úgy, úgy tud ilyen kis sugalmazáson átmenni, hogyha fél észre se vesz, és pont az lett a kedvenc étel, amit főztél. Uh, ugye? Úgyhogy óvatosan ezzel, mert ebben te jobb kell, hogy légy, mint a másik fél. Na de a kérdésem az, hogyha ugye nincsen hallható uh, kommunikáció. És én úgy érzem minden egyes találkozásor, mintha egy defibrillátorra megcsapnának. De ugye nem, tehát nincs beszéd, nincs érintés, nincs csak jelenlét van. És Az illető nem szívgyógyász. Nem. Okay. Nem kardiológus, hogy akkor. Hogy akkor honnan tudom, hogy mi történik, hogy ez belőle jön, az ő tudatta, vagy az enyém, vagy ho honnan tudom, hogy ez igazából mi? Nagyon jó. Elérkeztünk a tárgyas kérdésig. Tehát ö, mindenki tudhatja, hogy a nagy kérdés, a mi ez kérdés, az ennek a sajátja. A három nagy alapelem, nagy bátorság, nagy hit és nagy kérdés közül az egyik. Az eredeti formája az volt, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ez szépen később, ahogy az évszázadok haladtak, és nem kell már mindent elismételni ezerszer, ledesztillálódott, letisztult a mi ez kérdésé, amely ugye igazi önvalónkra irányul. Tehát a tükörre, amiben minden látszik. De van a tárgyas mi ez, amikor már a tükör előtt látszó jelenség a fontos. Jelenleg az a csattanás belül, ami a defibrillátor elképesztő erős feszültségére, emlékeztett téged, és amelyet külön hardware elem nélkül az illető ki tudott váltani belőled. Valahol hajolj meg felé, hogy ezt ő elérte. Mert erre nem mindenki képes. Na most, az ehhez fűződő érzések már a sajátjaid, viszont a reaktív elmeit nem tudja a Mátrixot kirajzolni, nem fogja az okés okozat működését rendesen megmutatni. A nem mozduló tudat viszont igen. És ezért rákérdezel a jelenségre, például a meditációba visszahozod ezt az élményt, ezt, ööö, és rákérdezel, hogy mi ez, honnan jön. És akkor a nem mozduló tudat ebben a tiszta tükörben, mint a puzzle darabokat engedi, minden elme tevékenység nélkül, engedi, hogy kirajzolja, hogy honnan jött, miért volt, hová ment. Ezt mindenkinek ajánlom, amikor szélsőséges élménye van, mert ha nem, akkor az elme vagy nagyon pozitív, vagy nagyon negatív címkével ellátja, a tudattalamban legyömöszöli, és addig ismétli, amíg újabb tudatosságot el nem ér. Valójában pont a fordítottja kéne, nem címkézem föl, nem látom el szélsőséges reakcióval, hanem úgy látom a maga ilyenségében, ahogy van ekkor láthatom az okozatiságában is, hogy hogy keletkezett, hogy maradt fönt, és hová tűnt el. Ehhez kell a látás. Az a vidja, ami ebben a tiszta tükörben lehetséges. Ezért kell gyakorolni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekem öt éve hármas tragédia történt az életemben, tehát édesanyám, férjem, nagyfiam, Vakar. és én nekem nem tudom, hogy úgy zárt -e az agyam, vagy miért van az, hogy, hogy, nagyon sok mindent elfelejtettem. És a másik kérdésem még az lenne, hogy tulajdonképpen én a, a sok ápolásba most próbálom keresni a nőt, aki nem az a mókus kerékbe belépett nő, aki, aki igenis csinálja a kötelező dolgait, hanem, hanem az a nőjes nőt. Egy picit arra szeretnék visszatérni, amit a kérdésed elején mondtál. Azt fogd fel egy egyszerű túlélő reflexnek, hogy nem emlékszel. Tehát, hogyha ilyen traumákat az elme megengedne napi, heti rendszeressége, hogy a tudattalamból följöjjön, megőrülnénk bele. Ugye, és nem látjuk az okát. Nem látjuk, hogy ez miért van, miért pont én, miért ez a család, miért történt ez miért mentek el ők, és én miért maradtam életben. Ezekkel nem tudunk úgy foglalkozni, hogy a mindennapi élet teendői meg a múlt újraélése együtt egy épp elmét adjon. Ebben meg lehet kattanni. Tehát igen, néha le kell tenni a tudat mélyére, és a napi szintű teendőkkel foglalkozni, mindaddig, amíg időt nem teremtesz magadnak ahhoz, hogy ezt akár ellenőrzött körülmények, vagy pedig egy elsajátított módszer, vagy mindkettő segítségevel újra enged a tudatfelszín fölé kerülni. Ez a folyamat, ami az élet, az érzékelés és az emlékezés, ez egy vízimalom kerekéhez hasonlít. Hölgyeim és Uraim, képzeljünk el egy olyan vízimalmot, amely teljesen paradox módon működik. Egy normális régi vízimalom kapta a vizet a vájúban, vagy a patakban, a keréknek körülbelül az 5%-a, 10%-a kapta ezt a vízáramlást, megforgatta, a tengely látható volt, és a tengely átvitte az erőt a malomépületbe. Most ennek a fordítottját képzeljük el. Hatalmas, mély patakunk van, a malomkerék 5%-a van a vízfelszín fölött, a tengely láthatatlan, mert lent van a víz mélyén, és ahogy forog, az emlékek feljönnek a felszínre, ahogy a külvilág azt kéri. Emlékeznem kell, hogy mit vásároljak, ott vagyok a bevásárlóközpontban, vagy fejbe van meg, vagy a cédulán. Feljött a víz felszín fölé, hazamentem, kiraktam, megfőztem, elfelejtem, mert nem kell emlékeznem rá. Tehát a tudat küszöb az a vízfelszín, a tudat alatti a víz mélye, és a vízfelszín fölötti napfényes rész, ahol történik az érzékelés, a beszéd, a cselekvés, az pedig a tudatos személyiség. És ez az a mechanizmus, amit nagyon rosszul működtetünk akkor, hogyha a tengelyben rossz meghajtó van. Ha a tengelyben olyan énelemek vannak, mint például önkínzás, akkor állandóan felhozom a vízfelszín alól azt, amivel éppen semmi dolgom, és ezzel megnehezítem a saját életemet, mert azt hiszem, hogy én így teljesítek jól. A másik, amikor le akarom fagyasztani a vízfelszínét, nehogy feljöjjön valami. Az állandó önvédelem, vagy megakasztom a tengelyt, hogy álljon meg a kerék, és ne forogjon. Tehát ezek különböző személyiségzavarok, Azért, hogy az érzékelés, emlékezés ne legyen szinkronban, mert nem bírnánk ki. Amikor meditálsz, akkor a tengelyt mindenféle akadálytól megszabadítod, és belátod azt, hogy ami a vízfelszín alatt van, az a te tudatalatti karmád, de mint entitás nem vagy ezekkel azonos. Megszűnsz félni és remélni. És ekkor, ami az adott helyzetben a felszín fölé kell, hogy kerüljön, megjelenik, addig marad, amíg szükséges, és utána eltűnik. Ezt hívjuk intuitív memóriának. Ehhez az kell, hogy a kereket ne az énség tengelye forgassa, hanem az, amivel kezdtem a mai darva veszédet, helyzetfelismerés, kapcsolat, cselekvés vagy működés. Akiknél ez nincsen szinkronban, azok nem ismerik fel a helyzetet, nem teremtenek helyesen kapcsolatot, és nem működnek helyesen. Tipikus példa, hogy látsz olyan embereket, akik az utcán magukban beszélnek. Magukban beszélnek, és így nagyon komoly belső monológban vannak, és egy nagyon más tér van körülöttük, mint az adott Székesfehérvári utca. Tehát az elméjük egy teljesen más világban van, mint a test. Ez a fajta aszinkron működés például azt eredményez, hogy neki mennek egy lámpaoszlopnak, vagy pirosban lelépnek a járdáról. Tehát nincsenek megfelelően jelen a helyzetben, nem teremtenek megfelelően kapcsolatot, és ezért helytelenül működnek. Most kicsiben ezt mindannyian megcsináljuk. Most én nagyon nagy példát hoztam, hogy jól lást. Tehát mikor nem vagy szinkronban, mikor van a tengelyben valamilyen énelem, és hogyha a tengely az teljesen szabad, mindenféle egoista kötöttségtől ment, és akkor ez a kerék spontán szabadon forog. Egy magyar pszichológus ezt flow élménynek mondta, de csak hasonlít. Jó? A meditációval, spontaneitással, a pillanat tisztaságával ezt el lehet érni. És az, hogy te kivé akarsz válni, ez egy következő kérdés, és ez viszont teljesen a te dolgod. Tehát ezt innen vagy másféle ilyen tekintélyes pulpitussal, senki nem mondja meg neked, ki vagyok most, ki akarok lenni, ez a két kérdés kell, és ennek az erőterében fog mozogni az, az, amit csinálsz. És hogyha nem akarsz emlékezni valamire, mert nem kell, nem kell bolygatni. Tehát a múlt az ne határozza meg a jelent, mert agyon nyomja a jövőt. Amennyi kell, annyi följön, amennyi nem kell, az ott marad lent. Emlékezzünk arra, hogy egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Tehát egy napon, egy adott pillanatban úgy is fel fog jönni, legyen meg ennek a maga természetes rendje. Ne cibáljam, ne nyomjam, ne folytsam el, ne kérincséjem, ne akarjak javítani magamon, a múltamon. Értjük? Tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán cselekszel, tisztán beszélsz. Most. Ez kell. Okay? A lélek úgyis az öntisztulás felé törekszik, mert egészségesek akarunk lenni. Na, ez a folyamat elindulhat azzal, hogy az ember valamilyen szakrális vagy transzcendens gyakorlatot folytat, mert akkor rálátsz. akkor megszűnnek a kényszerű azonosulások, fel tudod számolni a hamis illúziókat. Ezért is gyakorlunk. Jó? Szívesen. További kérdés? Következő kérdésem, hogyha a lélek kapcsolódik. Mindig az előző életeket kell oldani a karmából, csak az. Nem. Tessék a regressziót abba hagyni. Ezt a pillanatot kell letisztítani. És kész. Viszont ekközben megjelenik minden, ami ennek az akadálya. És ha a karma? Ha a volt karma? Előző életben vele. Hát semmi más nem lehetett az előző életedben, mint karma, mert különben nem születtél volna meg. Tehát a karma az ülesség természetű, az nem olyan, mint az átok, meg a sors, meg az istenverés. Nem. A karma az az ok és az okozat működése a négy fő csatornán keresztül, mint gondolat, érzelem, beszéd és cselekedet, plusz az érzékszervi sík, múlt, jelen és jövőre elosztva. A karma nélkül, kérem, az a nyersanyag. Hát a legjobb fazekas is agyagból dolgozik, és nem azt mondja, hogy sáros a műhelye. Hát az a nyersanyag. Tehát, Tessék ezt a pillanatot tisztán tartani, ugyanis el kell mondanom egy problémát. Túlművelt vagy. Túl sokat foglalkoztál ezzel, és az elméd ezt a hálót, ezt a kapcsolati hálót, ami a múltad és a jelenet között van, ezt elhitte, hogy ez csak így lehet. Tehát itt most tessék ezt az egész módszertant elfelejteni, visszatérni ebbe a pillanatba, tisztán látni, tisztán hallani, tisztán viszonyulni és tisztán cselekedni, onnan veszed észre, hogy nincs szélsőség, nincs szenvedésteli következmény, csak erre a pillanatra figyelj, amit kellett dolgoztál, Jó? Az a jó hírem, ha ezt megcsinálod, a következő életedben is veled lesz. <hály> Komolyra fordítva a szót, a Gyémán szútra azt mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Pusztán ebből az együttérző bölcsességből fakadóan mondom azt, amit mondok, mert hogyha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. És ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Ezért vagyunk ennyire pillanatorientáltak, és ez ne, így nem azt jelentheti senkinek, hogy nem ismerjük el a múlt a jelen és a jövő létezését, csak azt is felismerjük, hogy ez nem önmagában létezik, és mi nem ilyen áldozatok vagyunk egy ilyen kozmikus szuperstrádának mindig elütnek, hanem ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő összes karmája, nem pedig fordítva, hogy a múlt jelen és jövő széttagolt végtelenségében vagy egy ilyen kis porszám, akit mindig fúj a szél. Értjük? Elég nagy a különbség. Erre tessék, tapasztalati úton rájönni, meditációval ezt meg lehet élni, meg lehet tapasztalni. És ha megéled, akkor már nem objektívnak, nem rajtad kívülállónak, vagy változtathatatlannak látod a múltról, a jelenről és a jövőről alkotott képzeteidet, hanem azt látod, hogy ebben a pillanatban teremtjük azt, amit múlt, jelen és jövő hármasságának mondunk el. Valójában ez nincs. Hát eredetileg ez nincs, ez itt van. Elgondoltad azt, hogy miért tapasztaljuk három tér és egy idődimenzióként ezt az univerzumot, mi humanoidok? Mikor biztos, hogy a gyűrűs férgek és az ecetmuslicák nem rendelkeznek ilyen képzetekkel? Mert akkor ők szálltak volna a holdra, nem mi? Tehát azért, mert ilyen elménk van. Tehát ilyen testben, ilyen lélekkel, ilyen elmével bírunk. Semmi más oka nincs. Ha nem ebben a testben lennénk, és nem ilyen elmével bírnánk, akkor a téridő kontinúmát sem így érzékelnénk. Hogy érzékelnénk? Nem tudjuk, mert ez a műszerezettség van. Csak ennek a relativitását beláttuk. Hogy nem csak ez van, és nem csak így van, lásd álomállapot. Álomállapotban nincs testérzet. Ha van, akkor fölébredsz. Okay? A múlt, jelen, jövő ugyanez. Azért van ilyen képzetünk az okozatiságra, mert ezzel a berendezéssel dolgozunk. Ezzel a vevővel fogjuk föl az összes adást. Ezzel a teremtővel teremtjük az összes jelenséget. Ha más lenne a berendezés, akkor lehet, hogy nem múlt, jelen és jövő lenne, hanem múlt, jelen, jövő és még kérdőjel. Tehát tessék ennek az egésznek a teremtettségét és relativitását belátni, és az, hogy ezt mit csináljuk. Oké? Okay? Úgyhogy ezért hangsúlyozom, hogy ezt a pillanatot tessék letisztítani, és semmit nem elhinni, ami húzgál vissza a múltba, vagy cibál előre a jövőbe. Most mi van? Most mit csinálok? Most mit gondolok? Most mit érzek? Most mit éreztetek? Most mit gondoltatok? Most mit mondatok ki a másikkal, most mit műveltetek vele. Tehát oda-vissza, belül-kívül, kölcsönhatásban, így már érdekesebb, ugye? Jó? Következő kérdés? Szó volt arról, hogy ugye vissza kell tükrözni, nyugalmi állapotban maradni, és ugye vissza tükrözni, és visszakérdezni, hogy jól hallottam-e, ezt mondta de Nem e. mindig. Igen, nem, az, ez lenne a amikor, amikor csak ez a jó megoldás. Kiül neked a jobb és oldaladon? A kedvesem. Nos, az a jó, hogy ő is itt van. Így van. És ti ezt egyszerre halljátok. Ez a jó benne, így van. Ez Igen, de hogyha már hazamentek és beszéltek róla, hogy ma este mi volt, nem lesz ugyanaz az emlék. Na, ekkor kell megkérdezni, hogy jól emlékszem? Jól hallottam? És el kell fogadni, hogy a kedves és te másképp emlékeztek ugyanarra, amit éppen átéltetek. Az biztos. Nézem mindkettőtök arcát, szerintem ezen már többször is keresztül mentetek. Ez ma este nem újdonság, és nem érzem azt, hogy bármiféle vesztesség lenne a köztetek lévő harmóniában. Nem is mondom. Akkor lenne, csak mi a kérdés? Hát, hogy ugye ez egy gyors felismerésnek kéne, hogy legyen. amit, ugye, hogy gyorsan el kell hogy mit fogsz csinálni. Tehát, hogy tükrözöd, nem tükrözöd, uh, mikor, honnan tudom, hogy melyik. tehát? Amelyik a másiknak jó éppen. Nem mindig egyszerű. Hány éve ez vagy sok együtt? Sokszor mindenki szerintem úgy van, hogy ha ez, ez, ezt, ezt választod, azt kellett volna, azt kellett volna, ezt választod. Tehát így... Na, akkor gondolkodtál, azt kész véged van. Tehát hány éve ismeritek így közelebbről egymást? 15. Ennyi idő alatt ezt nem sikerült megállapítani? Nem mindig. Jó, végül is a tökéletesség látszata az nagyon sokszor eltűnik a 15 év alatt, tehát ez biztos de egyre jobban rá kell érezni a másikra. Tehát amikor például elképesztő viták vannak, hogy éppen kinek van igaza egy ilyen kis piszlicsári részleten, akkor érdemes váltani az értelemről, amely épp akkor nem működik, mert mindig is csattan, az érzésre, egy drágám. Én meghallottam, amit mondtál, de most nem mondanád el, ha megkérlek szépen, hogy milyen érzelmek vezérelték ezeket a gondolatokat? A derültségnek oka van, mert a, a vitorláshajót 180 fokot fordult, hát teljesen máshol megy a történet. Tehát ilyenkor, csak hogy kicsit egyszerűsítsem az életedet, meg kell nézned, hogy az adott csatorna melyike fontos az érzés, a gondolat, a beszéd vagy a cselekedet. Te, amikor beszéltek, 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 mindent már majdnem megbeszéltetek, és még mindig nincs megoldás, óvatosan, fogadókészséget gondosan fölmérve odamész, megöleled, és adsz neki egy puszit. És ekkor megváltozik minden. Esmételten. Így van? Na, nagyszerű. Házi feladat. Nem szoktam amúgy, igen, na 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 Nem milyen egyértelmű ez a történet. Tehát magad is mondtad, hogy ezt csináltam, de azt kellett volna. Vagy felismertem, hogy talán így jobb lett volna, mint ahogy tettem. Na, ezek, í, ezek mutatják, hogy van ott még zaj a jeltartomány mellett. Tehát néha nem megfelelően választjuk ezeket a csatornákat. Töprenjén nyugodtan, hogy ez miért van. Na, ez a saját önképed miatt van a saját téves nézeteid miatt vannak, sőt azért, mert lehet, hogy 15 a 35 év alatt nem ismered meg a másikat rendesen, mert mindig csak úgy látod, ahogy te akarod. Azt már nem engeded meg, hogy tényleg úgy jelenjen meg, ahogy ő van. Ugye? Hát ne féljünk ettől. És ekkor tényleg kiderül, hogy mikor kell szépet mondani, mikor kell elhallgatni, és csak helyesen gondolkodni, vagy mikor kell egy egyszerű cselekvéssel megoldani a helyzetet. Oké? Okay? Oké. Okay. Jó lenne. Ennyire ennyi mindig egyszerű, de igen. Tiszta, Tiszta. tudat, rendes ház. Mindig ezt mondom, ki is van írva. Nagyon sok faluhelyen ki van írva. Tiszta tudat, rendes ház. Egyéb kérdés? Már egész fiatalkorom óta ö, sok esetben a hogyha vonzalmat érzek, akkor legyártok magamnak egy szerelem illúziót. És utána ezt az illúziót nem? használom arra, hogy, hogy, meneküljek bizonyos helyzetekből. Szerinted, hogy lehet a szerelem illúzió? Ezt nem is értem. Hát az elején mindig illúzió. Azt mondtad, hogy fiatal fogva az elmúlt? Hát még nem. Na látod. Ne legyél nyelgyinde pessimista. Mitől függ össze a szerelem és az illúzió? Miért vak ámor nyila? Miért? Elvakít. Nagy a csend. Na mondjad, miért? Elvakít. Mi vakít el? Nem. Hát azt mondtad, ez szerelem és az illúzió meg a probléma, meg hogy később föl kell belőle ébredni. Hát akkor valami csak történik. Na, miért van el? Mert szeretném elhinni. Mm -mm. Nem. Mert azt hiszed el, ami nem valóságos. Tehát nem tudod, hogy az okosság csomagban mi van. Férfiak nem tudják, hogy a szépség csomagban mi van. Csak elhisz, hogy az épp akkor a teljes valóság, úgy, ahogy van. A szicíliai villámcsapástól kezdve az első látásra el akarod venni, stb. 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 És ez mind úgy tud működni, hogy igen, meghajlok a valóság azon rész előtt, amit én benned nem láttam, de mégis te vagy. És az az igazi felnőtt kapcsolat, ahol erre rájössz, és kölcsönös kitartással kihozzátok a legjobbat belőle. Olyan illúzió vesztés van a szerelem után, hogy az valami hihetetlen. Aszteroida még akkor át nem ütött a hódon. Nézd meg azt a sok krátert, mint amikor a csalódás, így úristen, hát ki ez itt mellettem? Együtt alszunk már vagy fél éve, de most ez ki? Tehát tehát ez az illúzióvesztés, ez a vágynak egy hatalmas nagy tanítása, hogyha te úgy látod a másikat, ahogy te akarod, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy az pár százalékban igaz, csak is az összes többi, amit eddig nem láttál, ott van időzítve, hogy az is ő. Tessék szíves észrevenni. Tehát a tisztánlátás és a szerelem nem zárja ki egymást, de az elején igen. De. És éppen ettől tanulunk hatalmasat, és éppen ezért meggyőződésem, hogy egy bizonyos szellemi háttér nélkül intim kapcsolatok eljuthatnak a javíthatatlanság állapotába, és akkor azt mondjuk, hogy tehetetlenek vagyunk, és lecseréljük. De valójában, ott valami mocorog, ugye, majd lehet kérdezni, de valójában kiderül, hogy a lecserélt és az új az arhetipikusan azonos. Ugyanazt a típust fogod behozni az életedbe, amíg meg nem oldotta ténylegesen azt a problémát, ami valójában te vagy. És ilyenkor érdemesebb addig küzdeni, ameddig csak ketten együtt tudtok, hogy minél többet lássatok egymásból, és így magatokból is. És ennek néha elképesztő ára van. Tehát úgy fel kell adnod a saját önképedet, a saját meggyőződésedet, a saját ideáidat, hogy te ki vagy, meg a másik kicsoda. Tisztán kell látni, tisztán kell érzékelni, és lehetőleg önzetlenül cselekedni. És ekkor elkezd valami felnőtt dolog történni, és nem csak az, hogy hát én csalódtam. Na de kedveske, mennyire láttál tisztán te az első pillanattól fogva? Ugye, hogy a zéróhoz közelít? Hát akkor mit vársz? Az egész néha ahhoz hasonlít, mint amikor az egyszeri spájzban, a hajnali fejés után az egér beleesik a sajtárba, mert torkos. Érzi a meleg tejnek ott az illatát, lefegyelni akar, így zup bele az intimitásba, így teljesen. És így finom, igen, csak hát kapálódzik, és a sajtár oldalán már nem tud kimenni, a kis karmai nem tudnak megkapaszkodni benne, és már tényleg megitt az összes tejet, nem tud sehol sem megkapaszkodni, és így kapálódzik, 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 és eleinte édes volt a tej, olyan, olyan finomka, és, és, azt hitte, hogy ez így nagyon jó lesz, és hogy sok tej van, és ez, ez ki fog tartani élete végéig, és kiderül, hogy most majdnem megfullad benne, és csak kapálódzik, kapálódzik, és hajnalodik, és fél, hogy jön a gazda, az meg agyon fogja verni, és egyszer csak a sok órás kapálódzás után azt érzi, hogy most még nehezebb kapálózni, mint az elején, de hogy folytatja, folytatja, in a szakadtából egyszer csak valami szilárd lesz a kis mancsa alatt, és kiderült, hogy vajják köpülte a tejet. Amikor reménytelennek látsz egy kapcsolatot, ez jusson eszedbe. Nem reménytelen semmi, csak te nem vagy hajlandó változni. Te nem vagy hajlandó látni, te nem vagy hajlandó feltétel nélkül szeretni, feltétel nélkül elfogadni, és csodák csodája, ha ezt megmered lépni, a másikban is elkezd megtörténni. Nem rögtön, nem teljesen, de elkezd megtörténni és ekkor felnőttebbé váltok. Nagyon sok felesleges szenvedéstől kímélitek meg magatokat, a családtagjaitokat, a gyerekeiteket, a szüleiteket, pusztán azért, mert mersz látni, mersz változni, és uram, bocsánat, tisztább tudattal élni. Ez a tisztább tudat valahol ennek az egésznek az alapja és előfeltétele. Mert hát, hogyha csak az egoitásod van az előtérben, akkor az előbb-utóbb csattan a másik előtérbe tolt egoitásával. Tessék ezt figyelni jól, oké? Okay? Utolsó két kérdés. Ez a sajtot kiköpülő egér, ez uh, talán én vagyok, szeretném, ha megerősítést kapnék ebben. Ember vagy, ezt meg tudom erősíteni, de hogyha van olyan élethelyzet, ahogy, ahol így van. érzed magad. Ma egy olyan nap van. Kiózenító wow. napom van, ami nagyon nehéz volt, és uh, meg tegnap azt mondtam, aki meghívott, hogy nem jövök, én, én beteg vagyok, de uh, itt maradtam Fehérváron, reggel volt egy melkasi CTM kontrasztot is kaptam, hogy ez egy rák, vagy pedig csak egy gyulladásos maradék. Mint időgyógyász orvos, ez nagyon pofán vágott, és uh, én gondolom, hogy a 62 éve alatt sok szeretetlen szituációt éltem meg, ami miatt kialakult egy akkora válság bennem ott Csákváron a Covid után, hogy a tüdőgyulladás nem szívódik fel, és még kaptam mellé egy agyérgörcsöt is. És dolgozom, mert sokkal jobb dolgozni, mint otthon lenni a 30 éves szétrohat házasságban, de gondolom, hogy az egóm beszél, és hogyha meg tudom bocsátani, vagy el tudom fogadni, de innen már én csak agyalok, amit az előbb mondtál, nem tudom elismételni. Feltétel nélkül látni azt, aki, <laughs> aki 30 évvel az ember párja kellett volna, hogy legyen, de nem az. Te szóval, a van, jól, hogy... hogy nem tudom, hogy hogyan tovább, hogyha meg lesz egy hét múlva a leletem, és nem tudom, mi lesz, és én nagyon félek. Van baron varod? <laughs> Nincsen nekem semmi, csak egy szolgálati lakásság varon a kórházban. Tessék egy kicsit kimenni a természetbe, és találni egy állattenyésztő telepet, vagy egy <laughs> nagy baromfi udvart, az olyan jó levegős, tudod? És megnézni, hogy ott mit csinálnak a trágyával. 30 éve szétrohadt házasság, hatalmas trágyadomb. <laughs> Néha 5 év alatt szét tud rohadni. Néha 10. Tíz. A 10-esre tessék figyelni, ez egy komoly fordulópont, a 17-se semmi. A 30 év az azt jelenti, hogy ilyen bő ciklusnyi trágya ott van a kapcsolatban, mert még nem takarítottátok fel. Okay. És az a trágya, kérem szépen, amit ott az állattenyésztő telepen felgyűjtenek, az jó esetben egy következő vetésnek a termékenyítő trágya alapja. Tehát tessék a karmát behordani valahova, ahol abból egy újabb szezonnyi termés kijön. <laughs> Körforgás van, nem linearitás. Tehát az a kérdés, hogy a következő életedben ugyanezt meg akarod-e csinálni, vagy pedig tudatosodsz ebben a helyzetben, és rájössz, hogy ez a trágya, ez valójában egy komposztálható szerves nyersanyag. És tessék komposztálni a trágyát, utána kitenni a termőföldre, és bevetni. Sose késő. Viszont azért kéne az érzelmeidet az áldozatiság verméből kihozni, hogy a lelet akármilyen is inspiráljon és negátoljon. Mm -hmm. Jó? Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Ott. Vagy egy pár állásinterjú részt vettem az utóbbi hetekben. Mi a szakmád? Villamosmérnök. Jöhetsz hozzánk is, van munka. <laughs> Köszi. És <laughs> Azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy az intuitív megérzés és a mondjuk egy adott pillanatban, vagy a rákövetkező nőprojekció, az hogyan tudom ezt megkülönböztetni? Illetve? Nagyon jó. Az intuíció olyan, mintha semmiből jönne, és se a semmibe menne. Ha az elme hozzá nyúl, akkor azt mondja, hogy ez jó, vagy rossz, nekem ez sikerült, hú de jó, stb. A ráadott reakció egy nagyjából racionális gondolatrendszernek a része. Az intuíció egy olyan szikra, hogy egy ilyen üstök, megjelenik, vagy felhasználod, vagy nem. A primér intuitív tapasztalásban nincs énség, és nincs a semmilyen hiányérzet sem. És nincs vita sem. A manasz, a dualisztikus elme nem kapcsolt be. Tehát ezek az ihletett pillanatok, a ráérzések, azok mindig valamilyen korábbi katarzisból vagy megtisztulásból származnak, mindegy, hogy mekkora az átfutási ideje, hogy egy nap, egy pillanat, egy élet, egy évtized, és mindegy. De ott, ahol az intuíció működik, amely önvalónk megnyilatkozása, ott biztos, hogy a tükörszerű tudat tiszta, nem torzult, nem törött, nem mérgezett, úgy látja a valóságot, ahogy van és a mikrokozmosz és a makrokozmosz a belső és a külső között egy nagyon tiszta szikra, egy áthatás, egy egyévvállás következik be, és ennek van információ tartalma. És hogyha nem hallgatsz rá, akkor általában valamilyen veszteség, szenvedés lesz az eredménye, ha pedig hallgatsz rá, és ráülsz a pillanatnak a lovára, és teszed, vagy követed, akkor pedig vagy valami jobb, vagy boldogabb lesz, vagy pedig minden marad normális. És ezek ismétlődni szoktak. Mondok egy példát, ami nagyon-nagyon belém ragadt, mert kicsit meleg lett a Pite. Koreából való hazatérésem után a 8. kerületben, külső Józsefvárosban állomásoztunk, amely Budapestnek egy nagyon fényes része, de nagyon kevés tiszta tudatú embert látszott, még napközben sem. Tehát jobb szabály, megyek a kis Opel korzámmal, ami hát nem egy erőmű, és azt érzem, hogy most visszalassítom a filmet, és kockánként elmondom. 2001, maximum 2002. Tehát ilyen 22-23 éves emlék, és kristálytiszta. Megyek az Alföldi utcában, arra van egy merőleges utca, megyek szépen 50-nál, nyomom, és megszólal, lassíts. Az elme ráadja, de hát nekem van előnyöm, jobbkész szabály. Az intuícióra való reakció az, hogy egy picit levettem a gázról a lábamat, és abban a pillanatban egy Opel Ascona balról ezerrel belém jött, de hogyha nem veszem le a gázról a lábamat, és nem lassítok, akkor belém fúródik, mivel levettem, ezért a motorházat kapta telibe, és a bal első kereket. Ez az egy méteren múlt. Tehát ez azt jelenti, hogy a tudatod nincs a testre korlátozva, hanem a térben ki tud terjedni, és érzékel. És közvetítette, hogy jönnek. De az elme, ő tudta, hogy nekem van előnyöm, mert jobbkész szabály. Hát, süsd meg a jobbkész szabályodat akkor. És az ilyenek, nagyon finom jelek, nagyon finom súgások, vagy olyasféle finom jeltartomány, amihez képest az elmének a gondolati és érzelmi tevékenysége durva, ilyen zajszerű, ilyen kis szögletes, recsegő valami. És ezzel nagyon okosak tudunk lenni, és nagyon bele tudunk szólni ebbe, nagyrészt elfedjük. A zenben az intuíció tréningje az a koan praxis, ahol az elme ebből a racionális, zörgő, rendszerszerű gondolkodásból, vagy az érzelmi mintázataiból nem tud helyes választ adni a koanokra. Tehát a koan az csak úgy működik, hogy vagy intuitíve oldod meg, vagy sehogy. És ekkor elindul az a folyamat, hogy elkülöníted az intuitív megtapasztalást, és az elmének az egyébként szükséges, rendszerszerű, de nagyon korlátozott működését. Tehát most nem fekete-fehérben gondolkodj, hogy akkor a dualisztikus gondolkodás az rossz, csak az intuitív az jó. Uh -huh. Adott helyzetben az egyikre van szükség, Excel, tábla, Word dokumentum, stb. Másik helyzetben pedig legyél szíves a finom kis tudatod intuitív sugalmazásaira hallgatni, mely sugalmazások pontosan annyira korrektek, mint amennyire tiszta a tudatod. Hányszor súgott neked a félelmed? Hányszor ütöd be a haragod, és azt hitted, hogy az is egy ilyen súgás. Nem, az a karmád. A karmád, amik épp épott akkor támad. Ezért mondtam az intuícióra, hogy látszólag a semmiből jön, teljesen a pillanatnak szól, egészleges, tiszta, és hogyha nem csinálsz semmit, akkor eltűnik. De hogyha nem hallgatsz rá, akkor szenvedés, ha hallgatsz rá, akkor vagy szinten maradsz, vagy pedig mész föl. Ezt tessék megjegyezni. Mert hogyha tényleg fontos a tudatod minősége, akkor fontos az életed minősége. Ha fontos a kapcsolatod minősége, akkor fontos a lelked tudatossága. Ha fontos az egészséged, akkor fontos a tested tudatossága. És ezt gyakorlat nélkül, valamilyen tiszta tudatú irányzat nélkül nem tudod elérni. Mindegy, mit választasz. De hogyha minőséget akarsz emelni magadon, magadban, akkor valamit tenned kell, hogy ne tévezd össze a karmádnak a hánytorgását az intuitív sugalmazással. Mert nagyon nagy különbség van a kettő közt. Kívánom azt, hogy mindannyian éljünk, emberi mi voltunk adta lehetőséggel, ami azt jelenti, hogy megtapasztaljuk ennek a létnek, az igazi mi voltát, hogy mennyire sérülékenyek, tökéletlenek és függők vagyunk, és látjuk azt, hogy az a tudatosság, amely erre rálát, az meg tudja ezt haladni. Fel tudunk tehát ébredni. Egyé tudunk válni a sok-sok kettősségből. És akkor elérhetjük a felébredést, és ezzel a tiszta tudattal segíthetünk másokon és magunkon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!